A héten szinte minden nap valamilyen módon, valamilyen téma kapcsán szóba került a főváros és annak különböző bonyodalmas ügyei. Ezúttal egy fővárosi független képviselővel, Széke Sándorral beszélgetünk, aki a Szolidaritás Mozgalom elnöke, és jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mondjuk vegyünk egy olyan témát, a metró amúgy is sláger téma volt a héten, de most azon belül nem a közlekedési részével, hanem az ott elhelyezhető reklámokkal, reklámfelülettel kapcsolatosan kérdezném, van egy eléggé markáns véleményük erről, hogy mennyire kellene, vagy nem kellene, szabadna, vagy nem szabadna ezt is fideszes vállalkozói körnek juttatni, ezt a reklámfelületet. Igen, ha engem kérdezek, akkor egyáltalán nem kellene. Hát, de csak nem csak erről van szó. Ugye ez a reklámtender másfél éve lett kiírva, azóta megváltozott a közteti reklámtörvény, tehát és hát az történt, hogy ennek következtében a metróban található reklámfelületek értéke megnövekedett, hiszen ezeket majd nem fogják megadóztatni majd 2018. január 1-től, viszont elképesztően jó helyeken vannak, tehát nyilvánvalóan fölmegy az értékük, mert a fönt, amik az utcán vannak plakáthelyek, azokat megadóztathatják az önkormányzatok. Mennyiben befolyásol egyébként ezeknek az értékét, ha most a héten el nem fogadott reklámtörvény, vagyis plakáttörvény? Tehát, hogy mennyire befolyásolja az árakat? Egy több tízezer forinttal viszi föl havonta, tehát ez egy erőteljes. És miért húzódik másfél éve vajon ez? Hát, azóta mi van? Azóta nem használják ezeket a reklámeket? Vagy kik ezen? Nem, ezeket a reklámfelületeket jelen pillanatban használják természetesen azok a cégek, akik eddig viszik ezt a koncesziót. De hát ezek a cégek egy része Simicskaláshoz tartozik, egy másik része pedig egyébként teljesen független céghez tartozik, és hát úgy tűnik, hogy ez nem tetszik a Habony-Tombor párosnak. Miért gondolják? Nyilván lehetnek sejtéseik, mindenki azt gondol, amit akar, de mi az, ami azt sugallja önnek, hogy itt mindenféleképpen egyfajta átjátszása, vagy jogtalan előnyöz való juttatása történik a Habony-féle körnek? Történhet esetleg? Hát hogy mondjam, ugye olyan plakáthelyeket, eszközöket kell majd kihelyezni, hogyha elkezdődne majd a felújítása a metrónak, ugye ez is vicces, mondja, ugyanott ember ki, vagy idén tavasszal elkezdődik a felújítás, de hát idén tavasszal egyáltalán nem kezdődött el a felújítás, tehát már ez önmagában miatt buknia kell. Hát összeérik, de nem lesz, tehát hogy emiatt az egyetlen dolog miatt is már rég buknia kell az egész tendernek. De hogyha meglennének a felújítások, akkor új eszközöket kellene kitenni, és az új eszközök véletlenül pontosan olyan méretűek, amiket az egyik reklámcég használ, és hát hogy mondjam, azért ez elég egyértelmű jelzés annak, hogy hát mit is szeretnének. Apropó, már így szóba került a metró, beszéltünk erről a héten többekkel is, sőt már a múlt héten is Tarrós úrral. Mennyire látja reálisnak azt, hogy mennyire látja ezt egy halogató taktikának, vagy mondjuk úgy, hogy a túlélés egyik eszközének Tarrós úr részéről, hogy na mindegy, nem adják meg azt a plusz pénzt, de elkezdeni ebből is el tudjuk, aztán majd meglátjuk, 4-5 év múlva érünk a végére, hogy addig lesz-e plusz pénz, vagy nem. Hát hiszen a metró felújításáról van most. Hát, hogy mondjam, ugye elképesztő a helyzet, nem is tudom, hogy azt tudja, hogy félbeszakadt egyébként a közgyűlésünk a szerdai napon, úgyhogy jövő héten egy rendkívüli közgyűlés lesz. Igen, jelen voltunk. Úgyhogy itt már tényleg időhúzás van, és gyakorlatilag egy kicsit én úgy látom, hogy esnek is szét. Hát valószínűleg nincsen pénzük. Tehát, hogy azt, hogy amikor Tarlós István azt mondja, hogy neki van 30 milliárd forintja arra, hogy ezt elkezdje, ez lehet, hogy ő ezt mondja. De nem, mi... nem, a 137 milliárd alaphoz, hogy hát ez 100... megvan, abból el lehet igen, kezdeni, jut a meddig. Szerintünk nincsen. Tehát, hogy mondjam, tehát mi azt látjuk, hogy valóban, ahogy ön mondta, az van, hogy húzzuk az időt, majd valamikor elkezdődik valahol, mert a metrófelújítás, és aztán majd a következő ciklusba talán majd csoda történik, és akkor majd meg fogja csinálni. És úgy érzékel, hogy már nincsenek ambíciói Tarlós Istvánnak hosszú távon, tehát a következő ciklusra már nem vállalná a főpolgármesterséget? Többször mondta ugye a nyilvánosságban, hogy nem lehet, hogy nem fog indulni, hogy már nem szándékos, mert annyira nehéz a helyzete, hiszen a Fidesz áll ki mögül le, úgy tűnik. De én szerintem azért ez nem teljesen van így, én azt gondolom, hogy szituációban ő azért elindulna. Ezt őtől is kérdeztem, nagyon diplomatikusan kitért a válaszadás erről végül is, tehát válaszol, de így is meg úgy is lehetett érteni. Hogy érzékeli, hogy van egyfajta kézzelfogható főváros ellenesség a kormány részéről? Tehát tényleg Orbán Viktor nem annyira szereti a fővárost? Esetleg a szavazói kör miatt is, amely nem mindig mellettük áll, ennyi szóval. Hát én azt gondolom, hogy nem csak Orbán Viktor ez, hanem tényleg itt a kormány több tagja az, aki nem biztos, hogy teljesen érti azt, hogy Magyarország Budapest nélkül azért nem az, ami.
Természetesen Magyarország többi része is elképesztő módon fontos, sőt ezek egyenlő dolgok, egyik nincs a másik nélkül. Ők azt gondolják valamiért, hogy Budapestet most büntetni kell, itt él 2 millió ember, aki hát nem nagyon szereti most már őket, ez majdnem minden felmérésben látszódik. Úgyhogy hát itt valamilyen egészen elképesztő módon ők azt hiszik, hogy ha Budapestet büntetik, akkor majd itt jobban fogják őket szeretni. Vagy illetve nem tudom, hogy mit gondolnak, de az egyértelmű, Budapestet büntetik, pénzt elvonnak, az önkormányzatot szétverik, a főpolgármesterét hát gyakorlatilag minden héten szégyenbe hozzák most már, hiszen hát nem, ígéreteket nem tartanak be, akkor Tarlós István elmegy kormányülésekre, ott megígérnek, valamint 2 hét múlva kiderül, hogy az egész nem igaz. Megvédik viszont, tehát Tarlós István ugye megígérte és megtartja, megvédi a római parton lakókat ezzel a bizonyos gáttal, amelynek nyomvonaláról különböző viták zajlottak, és még többek azt mondják, hogy nem szabadna lezárni a vitát, de úgy tűnik, hogy az engedélyeztetés eljárás megkezdődött, ugye erre is ezen a bizonyos közülésen adtak ki. Igen, egy hosszas vita után. Igen. Ön hogy látja, jó lesz, helyes lesz ez a nyomvonal, árérték arányban megfelelő-e, teljes biztonságot nyújt-e? Igen, hát következő, ugye nem vagyok árvízi szakember, tehát azért ezt én szeretném hozzátenni. Ugye nyilván ez egy hosszú, hosszú ügy, én nem elszavaztam, tehát hogy csak hogy teljesen tisztán, én nem elszavaztam. Erre a partmenti nyomvonalra én most nem elszavaztam. De azért hozzá kell tennem, hogy ugye ott emberek élnek, hogy lehet az, hogy ártéren építettek folyamatosan házakat, ugye ez önmagában... Mennyaralót, lakóházakat, ugye ez egy őrület, és az is igaz, hogy nem feltétlenül akkor kezdődött, amikor Tarlós István polgármester volt ott, előtte is voltak ezek, ő alatta is épültek oda, tehát azért az is egyértelmű. Ez most ott egy probléma, nyilván meg kell oldani. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy én, amit láttam terveket, egyrészt tényleg utolsó pillanatosak voltak, tehát azért aznapiak. Ez hogy nyelv, ezek nem kidolgozottak, de az a másik alternatív, amit ha nem lenne így kidolgozottak, meg se nagyon tudták vizsgálni szakmai van, tehát szakmai szempontból én még csak el sem mehettem egy szakértőhöz, hogy jó napot kívánok, mondja nekem el azt, hogy ez miért jó, ez miért nem jó, mi ennek a hátránya, mi annak az előnye. Erre nem jutott már pénz. Hát erre nem így van. Csak az egyik verzióra. Csak az egyik verzióra, és én speciál azért szavaztam nemmel, mert nem értek hozzá, és olyan helyzetbe hoztak, hogy nem tudhatom azt, hogy ez egy jó terve, vagy nem jó terve. Tehát én ehhez nem tudom adni a nevemet, mert hát ezt én nem tudom megítélni, hiszen nem adtak rá esélyt, hogy meg tudjuk ítélni. Miközben már az időnk egy utolsó kérdés, csak lát erre módot, hogy ez bármilyen módon még változzon ez a helyzet, vagy most már ez egy véglegesen lezárt téma, hogy a nyomvonal ez lesz, legfeljebb az időkérdés, hogy mikor valószínű. Őszintén szóval én nagyon erőt érzek a Tarlós Istvánban és a fideszes polgármesterekben ez ügyben, mert más beszéd szoktak esni, ez ügyben, hogy ezt át fogják vinni. Én úgy érzek rá. Köszönjük, hogy eljött és elmondta mindezt. Köszönöm szépen.